Sziasztok! Sziasztok! A következő tesztalanyunkat a Honda Magyarországtól kaptuk, méghozzá a CB650R-t. A blokk paraméteri alapján egyébként ez a Hornetnak méltó autója lehetne, viszont mivel van külön Hornet, ezért ez nem annak szánta a Honda, viszont ez egy sor 4-es, 650 köbcentis, 63 Nm-es, 95 lóerős blokk, ami igazából az árából is adódóan tök alap. Ez se csúszókuklunk, se gyorsváltó, se semmi igazából nincs, viszont valószínűleg olyan, mint egy igásló, szerintem nagyjából 100 000 km-ig csak olajat kell benne dobálni. Fordított teleszkópszárak elő, ami a Sovától érkezett, illetve egy hagyományos központi rugóstak hátul. Elő sajnos semmi nem állítható, és hátul is semmi más, csak a rugó előfeszítés. Ez ugye nyilván annak köszönhető, hogy nem egy drága darabról beszélünk, meg alapvetően ez a naked kategória tényleg nem arról szól, hogy tekergeted jobbra-balra. Fékrendszere pedig a Nissintől érkezett, a Honda ebben a kategóriában nem ült fel arra a vonatra, hogy mindenhova Brembót kell tenni, viszont gyönyörűen működik, mivel ez a motor amúgy csak kívánja meg, hogy te legyél a szerpentéreken az ász, illetve te legyél a pályanapok ördöge, ezért hibátlanul működik és tök jól adagolható. Nagyon jó fognak, hibát én például pont nem találtam benne. Ez a motor egy logikus választás akkor, hogyha mindenre szeretnéd használni. Ugyanúgy városban, illetve hogyha elmennél egy kicsit szerpentinezni vele, de azt meg kell említeni, hogy egyik közegben sem a legjobb motor. Tehát, hogyha vegyes használatra kerestek valamit, ez egy átlagos, egy jó, egy jól kezelhető, kényelmes motor. A motor azt csinál mindig minden pillanatban, amit akarsz, annyira steril, hogy tulajdonképpen nem hibázhatsz, hogyha egy ilyen motort veszel, viszont szerintem, aki már egy kicsit vágyik a bugira, hogy szeretne egy karakteres motort, az ne ezt válassza. Ez akkor jó, hogyha nem akarod, hogy a te motorod megmondja, hogy te hogy motorozzál. Mert nem egy V2-es, ami lassú fordulaton nem megy. Nem egy sportmotor, ami kívánja, hogy húzzad neki. Tulajdonképpen itt te alakítod ki a saját stílusodat ezzel a motorral. Éppen ezért lányoknak is ajánljuk, ugyanis nem egy magas motor, abszolút leér a lábad róla, hogyha alacsonyabb is vagy, és hogyha félsz egy nagyobb köbcentis motor erejétől, hát nyilván ezzel is észre kell menni, de nem fog kiugrani alólad akkor sem, hogyha azért egy erősebbet odahúzol neki. Úgyhogy én lányoknak is abszolút ajánlom ezt a típust. Azért mondja ezt Barbie főleg, mert a motor karakterisztikája az úgy alakul, hogy 95 lóerő, de addig, amíg nem kezded el tépni neki úgy tisztességesen, addig úgy nem érzed ennyinek. És pontosan azért, mert nekem kicsit kelletlen volt forgatni ezt a motort, nem kívánta, tehát valahogy nem jön nekem át az, hogy ezt forgatni kelljen, ugyanis 12.000-es fordulatnál adja le a csúcs teljesítményét, és 13.100-nál meg már tilt. Tehát olyan túl sok játéktered ilyen nagy erőnél nincs. Valójában inkább ilyen 6 és 8-10 környékén használod motort fordulatszámon, ott meg inkább az ilyen 65-70 lóerőt adja le, úgy nagyjából érzésem szerint. Tök jó használható, viszont nem okoz meglepetést éppen ezért. Tehát mivel a blokkja kicsit nyomatékosabbra, alsó fordulatszámra van hangolva, ezért sokkal kellemesebb használni, ilyen 4000-es fordulatszámtól egészen 10000-ig, viszont nincs meg az az irdatlan nagy tűzijáték, ami letépne a motorról, tehát borzasztó könnyen kezelhető. A
kezelőszervek egy kicsit furán alakulnak, ugyanis fel vannak cserélve a gombok. Hogy ezt miért mondom? Például a traction control ki- és bekapcsoló gombja az van a fénykürt helyén, és ugye lentebb van, ahol a távolságit bekapcsolod, ugye az egyben van, amerre billented vagy a távolsági, vagy a fénykürtnek a gombja, illetve én jó párszor valakinek a seggébe dudáltam, ugyanis a duda van felül, és alul van az index, ami szintén persze megszokás kérdése, de szerintem elég furcsa, mert általában nem ez a sorrend egy motoron. Tulajdonképpen ezt nem csak Barbie, ezt én is ugyanúgy megszívtam, úgyhogy mindig le kellett pillantani és keresni kellett az index kapcsolót, viszont időközben találkoztunk egy olyan ismerősünkkel, aki ilyet hajt már úgy, hogy 30 ezer kilométert belerakott újkora óta. Gyakorlatilag azt mondja, hogy neki is meg kellett szokni, hozzá kellett szokni, de még a mai napig előfordul, hogy pontosan ugyanígy megszívja a dudával. Ahogy már említettem, neokaférészes stílusba tartozik a jószág, kicsit rövidebb a popója, kör alakú az első fényszórója, ami igazából ugye ledes, meg az összes minden fényforrás ledes a motoron. Ennél a modellnél is, illetve például a Husqvarnának a megfelelő modelljén is borzasztóan tetszik ez a kör alakú fényszóró elrendezés. Illetve a dizájnhoz itt is hozzátartozik az, hogy az indexek folyamatosan világítanak menet közben. Ez nem tudom, hogy minek köszönhető, kicsit olyan érzésem van, mintha amerikai modellről lenne szó, pedig nem. Mindegy, érdekes, én nekem kicsit zavaró lenne, hogyha velem jönne szembe egy ilyen jármű, ami folyamatosan világít, együtt kell vele tudni élni. Hátul a rendszámtábla tartónál viszont vannak ilyen légterelő betétek, ami érdekes, hogy egy olyan modellnél, ami nem kimondottan a szágoldozásra lett tervezve, mégis helyet kap. Nem rossz, de én mondjuk például nem ezzel dobtam volna fel. Viszont, ha Hornethez hasonlítom, mondjuk, mivel a Hornet elrendezését kapta akár blokk tekintetében, akár kipufogó elvezetés tekintetében, például az ülések, azok varrottak, és szerintem nagyon szépen sikerettek, illetve az egész színezet, a felniknek a szinterezése, az oldaldekniké, a szelepdekniké, a teleszkópokért annyira jó kis összhangot gerjeszt az egész motorban, hogy szerintem gyönyörű a megjelenése, annak ellenére, hogy nem egy felső kategóriás motor, és itt egy dicséret illeti a Hondát, hogy foglalkoznak a dizájnnal tisztességesen, annak ellenére, hogy nem sok pénzért árulják a motort. Ez számomra egy kicsit úgy meglepő, mert azért az az érzésem némely gyártónál, hogyha kis pénz, kis foci, ugyebár ismerjük a sztorit, csak akkor nem fizetünk meg dizájnereket, hanem leengedünk a polcról valamit, ami éppen már rajta volt, és akkor azt fölhányjuk rá. Na itt azért ez nem így van. Egy teljesen alap LCD kijelzője van. Mivel a motor nincs tele elektronikával, ezért túl sok állítási lehetőség nincs is a dashboardon. Az alapinformációkat lehet róla leolvasni, illetve egy-két állítási lehetőség van, hogy mit szeretnél éppen látni rajta. Egy nagyon jó dolog volt igazából, hogy amikor éppen úgy süt be olyan szögbe a nap, hogy teliveri az egész dashboardot, akkor is mindent kristálytisztán látni, úgyhogy ez jó pont. 15,4 literes tankja van, és vegyes használat mellett az átlagfogyasztása nagyjából 5-5,5 liter között mozgott. Ami nekünk nagyon tetszett, az a váltója, ugyanis vajpuha a Hondákra jellemző pontos, precíz váltója volt, úgyhogy ebben nem nagyon tudtunk belekötni. Illetve ami még a tipikus Honda jellemző, ez a pörgős blokkhang, abszolút nem zavaró, úgyhogy az is egy pozitívum volt. Klasszikus értelemben véve szélvédelem az nincsen, viszont érdekes, hogy 150-ig viszonylag stabil még a bukósisak és a fejeden, ugyanis nincsen rajta turbulencia. Nem tudom, hogy oldották ezt meg, egészen jó, viszont 150 fölött azért már tényleg cibálja egy picit a szél a fejed, és ugye elkezd így lavírozni. Cserébe az az érdekes, hogy a motor a stabil maradt. Például a Townónál vettem észre annó, hogy ahogy mentem, így elkezdett lavírozni a motor. Na ez tök egyenesen megy, úgyhogy baromira meg voltam vele elégedve.
két személynél meg azt éreztük, hogy kicsit közelülünk egymáshoz, úgyhogy én szerintem ez nem igazán két személyre tervezett motor, vagy legalábbis inkább kényszer két személyes, viszont azért már tudtak rárakni például egy tisztességes kapaszkodót Hondáig, úgyhogy ez egy piros pont. A vázról meg annyit, hogyha most nyilván nem egy sportmotorról beszélgetünk, tehát azért nyilván ez egy kicsit el van vékonyítva, stb. Azért érezni, amikor dobáladák kanyarról kanyarra, hogy azért nem feltétlenül egy síkban mozog a két kerék, ugye nem is erre tervezték, tehát azért nem is tudjuk elvárni tőle. Viszont ez a része egy fekete pont a Hondának. És ezt azért mondom, mert nem a hegesztésnek a minőségére gondolok itt, hanem tulajdonképpen nem mondom, hogy kötelezővé tenni, de erősen ajánlanám azt, hogy minden motorgyártó ide már csavarosan tegye fel a segédvázat. Ugyanis bármi történik a popsijával a motornak, még hogyha innentől kezdve nem is sérül a váz, már is cserélni kell az egészet hivatalosan. És azért ez egy eléggé durván főalkatrész, és elég nagy macera, azért lássuk be. Úgyhogy ez szerintem egy fekete pont. A váltóról már beszélt Barbi, viszont azt még nem említettük, hogy a váltó áttételezés érzésünk szerint egy picit hosszúra sikeredett. Ezt abból gondolom, hogy már negyedikben majdnem el lehet érni egyébként a végsebességét a motornak. Úgyhogy én biztos, hogyha vennék egy ilyet, akkor egy mínusz egy plusz kettő áttétellel egy kicsit fickósítanám. És akkor már biztos, hogy jobban benne lenne a bugi. Így sem rossz, egy kevésbé tapasztaltabb pilótának biztos, hogy rendben van. Viszont, hogyha már kezd elfogyogatni, akkor pikpak fel lehet egy kicsit pimpelni. Az alapára egyébként 3,5 misi, de hogyha egyéb kiegészítőket vagy más csomagban választanátok, akkor vehettek hozzá markolatfűtést vagy gyorsváltót is. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videónkat. Ha tetszett a tartalmunk, akkor legyetek kedvesek feliratkozni. Sziasztok! Sziasztok!